Pige. Technikai szünet után visszatérünk. Mi történt? Lehet, hogy erre nem jó ötlet ideülnöm. Üdvözlök mindenkit ebben a katasztrófa filmben, amit úgy hívnak, hogy az életem. De legalább amúgy lett most egy új növényem, nézzétek milyen szép, még nincsen neve, szóval nevezzétek át! Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és a mai videóban újból visszatértünk ehhez a nagyon intim helyhez, az ágyamhoz. Józom, ez nagyon fura volt. Nézegettem így pár napja, hogy milyen videók is voltak a csatornán, amikor láttam, hogy kajás videó már több, mint szinte fél éve volt, ami nagyon durva, hiszen tudjátok, hogy imádok enni, és eldöntöttem, hogy állj, stop, ezzel most változtatni kell, viszont hát meg fogom csavarni, és ezt a videót annyira nem fogom imádni. Tudjátok, hogy szeretek magammal kicseszni, nem tudom miért büntetem magam, ez szinte ilyen pszichotikus, szociotikus, pszichopata jellemvonás, na mindegy. És azt találtam ki, hogy a mai videóban olyan kajákat fogok enni, amiket egyszerűen utálok, és hogyha rájuk nézek, rosszul leszek, hányok. Mármint elnézést kérek, hogyha valaki majd szereti ezeket a kajákat, amiket eszek, biztos finomak. Biztos nektek is van ilyen, hogy vannak olyan kaják, amikre, hogyha rágondoltok, egyszerűen rosszul lesztek és utáljátok őket. És most írjátok meg lent kommentben, hogy ti mire gondoltatok, melyik kaják ezek, amiket nagyon utáltok. Rájöttem, hogy amúgy ezeket az ételeket egy csomót én meg se kóstoltam még soha, hiszen már ahogy kinéz, így nem tudom magam rávenni. De eldöntöttem, hogy ezen ma változtatni fogunk. Ugyanis felírtam magamnak 3 reggelit, 3 ebédet és 3 vacsorát, ami közül majd ti egyet meg fogtok instán szólni. Bocsát, viszket álltam, ez szörnyű. Szóval majd ti instán meg fogjátok szavazni, hogy melyik legyen az a reggeli, ebéd, vacsora, amit esztek, szóval kicsit olyan interaktív is ez a videó, és próbálom magam rávenni, hogy ne legyél ma Attila ilyen... Attila, ne legyél ma ilyen hülye finnyás, kóstold meg ezeket a kajákat, lehet, hogy tök ízleni fognak, kétlem. És amúgy úgy lesz ez a videó, hogy most majd ki fogom rakni Instára a szavazásokat, és holnap fogom a kajákat enni, hogy azért legyen időtök szavazni, és a holnapi nap lesz igazából ez a kajávős, amikor ez a 24 órás kihívás lesz. Nézzük az étkákat. Az első opció a Rio Mare halpástétom. El kellett mondanom gyermekeim, hogy nálunk ezt a családban mindenki imádja, tehát mindenki. Ezt teszik egyfolytában, és én... a szagát se tudom elviselni, szóval annyira büdös, de lehet, hogy finom, sose kóstoltam még, de szóval a szagától olyan rosszul vagyok, hogy elmegy tőle minden étvágyam. A nem létező étvágyam is, hogyha nem vagyok éhes, még akkor is elmegy, hogyha megérzem meg a Rio Mare-nek a szagát, szóval úgy gondoltam, akkor ezt írjuk fel, hogy ezzel biztos majd jó étvágyam lesz. A második opció a disznó sajt. Szerintem ezt nem kell részleteznem, szóval nézzünk rá szegényre, igaz, senkit nem szabad a külsőre megítélni. És az utolsó pedig a töpörtyű. Erről pontosan most ez lehet, hogy ciki, azt tudom, hogy miből készül, de hogyha ezt szavazzátok, akkor majd megtudom. Ja, és akkor majd most mindjárt ki is rakom a szavazást, hát nagyon izgulok, hogy hogy fogtok dönteni, ugyanis egyik opciót se várom, hogy gondolkozok azt, hogy melyik az, ami a legkevésbé rossz, de szerintem ez mind szörnyű, legalábbis számomra mondom, lehet, hogy valakik imádják ezeket a kajákat, és így néznek a kamerát, hogy Attila hülye vagy, ezek isteniek. The next day. Szép jó reggel mindenkinek, most ébredtem, hogyha ezt a mosott szár fejemben nem lehet megállapítani. Egyik választásra akarom annyira, hát de ez van, erről szól ez a videó, hogy kipróbáljunk új dolgokat, és akkor most nézzük. És akkor itt is van az első sztori, és a nyertes. Hát szerintem ebből mindenki ki tudja találni, hogy mi nyert. Igen, a disznósajt! Úristen, a szagától is rosszul vagyok. Torony magasan a disznósajt nyert, el kell, hogy mondjam. Amúgy rengeteg ismerősöm rám írt Instán, hogy ők is gyűlölik a disznósajtot, szóval csupa jót várok ettől a finomságtól. Unboxingoljuk ezt a szépséget. Ezt a videót én komolyan gondoltam. Ime az én csodálatos reggelim. Na, inkább előtt iszok egy kis vizet, mert most ez szükségem van. Hát annyira nem erőltette meg olyan disznósajt egy kis kenyérkével, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy megnézhetném, hogy mi van benne, mert amúgy azt se tudom, de lehet, hogy attól csak rosszul leszek, és lehet, hogy érdemes lenne azután megnéznem, miután ettem belőle. Nem, inkább kínzom magam, és megnézem most előre! Felolvasom itt a Wikipédiás meghatározását. A disznósajt előfőzött sertéshúsból. Utálom a disznóhús. Sertésbőrből, porcból, kocsonyásító anyaggal és fűszerekkel készült hús sajt, melyet legtöbbször sertésgyomorba töltenek. Na nem baj. Tudjátok mi? Leszarom, kóstoljuk meg. Nem tudom elvágni.
Jó, hát amúgy azt nem garantálom azt, hogy az egészet meg fogom enni, ugyanis nem akarok rosszul lenni itt a videónak a végére. Amúgy tudjátok mit? Kezd is elmúlni a hány ingerem. Kezdek jobban lenni, főleg, hogyha elszakadna itt a szél, nem tudom elvágni, talán nem a vajazó kés kellett volna behoznod, Attila. Éj be lekotrom a számban nagyon gusztusosan, aztán jó lesz. Na jó, 3-2-1. Ez kell kis kenyér. Na, azt kell mondjam, hogy ez a középső részem úgy egész jó íze volt. Szinte hasonlított a löncshúsra, és azt régen nagyon sokat ettem, és azt én tök szerettem is. A szél az valami gusztustalan, szerintem annyira rágós. Késről amúgy ne egyetek, mivel az nem jó dolog, szóval be okos gyerekek. Esküszöm, hogy ez a belső része ez ízlik. Ez nem fogom megenni, de ízlik. Szóval amúgy sokkal jobb volt, mint amire számítottam, mert miután láttam a szavazást, konkrétan még ilyen volt, hogy Disznósaj! És egyáltalán nem volt undorító az íze, az engem zavart, hogy a széle, ugye hát az ilyen nagyon rágos, és hát az valami szörnyű volt szerintem. De ennyi pont elég is volt belőle, és akkor ebédnél majd találkozunk. Én pedig most eszek egy kicsit kedvenc csokikámból, hát amúgy sajnál ez nem szponzorált, pedig lehetne. És kockulok kicsit az Animal Crossing-gal. Szóval bye! Vadas. A Kittikének a kedvenc kajája a vadas. Mindegy, én a vadas rosszul vagyok szerintem. Következő, ezzel most nagyon nem leszek népszerű, hogy ezt fogom mondani, de a töltött káposzta. Elnézést kérek mindenkitől, aki szereti. Itt is az a bajom, hogy a káposztának a szaga engem annyira taszít, hogy emiatt nem bírom megkóstolni. Szóval ez, hogy ez is durva, ez, még soha életemben nem ettem töltött káposztát. Szóval lehet, hogy tök isteni, mert mindenkitől ezt hallom. A Marisnak is ez egyik kedvenc kaja, de én még nem tudtam magam rávenni. Az utolsó opció pedig a tök főzelék, amihez ide is írtam zárójelbe, hogy kaparos, ugyanis az emlékeimben benne van, hogy alsóban, amikor volt a napközi délután és kaptuk a kaját, minden héten körülbelül volt ilyen kapros tök főzlék, amit egyszerűen gyűlöltem, mert undorító íze volt, és ilyen nagy kapor darabok voltak benne, ami mindig így megakadt a torkomon. Amúgy, hogyha majd tetszeni fog nektek ez a videó, akkor lájkoljátok, és akkor lehet majd lesz folytatása, hogy majd még több olyan kaját megkóstolok, amit utálok. Amit szeretem magam kínozni. The next day. Na és elérkezett itt az ebédidő, már 14 óra 18 van, szóval már elég éhes vagyok, főleg ezután a csodás reggeli után. És hát itt a szavazás amúgy nem úgy alakult, mint amire számítottam, mert amúgy mikre is lehetett szavazni? A tök főzelék nyert, igaz, nem olyan sok szavazattal, de hát az nyert, szóval most egy isteni finom kis tök főzelék lesz itt az ebéd. Így néz ki, közelről is megmutatom nektek, nagyon gusztusos és finom. Na de hát ne is húzzuk a szót, kóstoljuk meg. Mondjuk amúgy az illata az jó. Egyszerre záporoznak itt a fejemben a gondolatok, úgy olyan is. Na hát ez először is nagyon fura, ugyanis egyszerre édes, de ilyen csípős mellékíze is van, ez nem tudom, hogy mitől lehet. De amúgy, azt akartam mondani, hogy amúgy jó, de magamtól ilyet sose ennék, szóval ez az ízvilág nem éppen nekem való, de sokkal jobb, mint a reggeli disznósajt. Ugye a disznósajt, ha már neve is szerintem undarító, mi az, hogy disznósajt, fúj. Nem mindegy, szóval amúgy ez nem is rossz, egyszerre van olyan mindenfajta íze, valahogy úgy érzem, azt így mindent érzek egyszerre. 10-ből 6,5 pont amúgy, ha értékelnem kell. A disznósajt az 10-ből 2 volt, vagy 3 inkább, ja. Felírtam egy olyat, hogy konzerves valami. Tudjátok, vannak ezek a konzerves kész kaják, úgymond, mint a löncshús, vagy ilyen társék, amit például egy mikróba kell megcsinálni. A második lehetőség az a lecsó. Ezen is most lehet sokan meglepődtök. Valamiért sose szerettem a lecsót, nem szeretem tunkolni, a Kitty azt is így emelje, hogy tunkolni, így a kenyérbe. Valahogy engem a lecsót sose fogott meg. Az utolsó pedig ketchupos abonett. Ez szerintem undorítóan hangzik abból a szempontból, hogy az abonett kenyér az nekem túl száraz, nincs sem íze, olyan, mintha a sivatagnak a porát tenném a ketchupot, és ezzel is lehet, hogy most meg fogtok sokan lepődni és el fogtok ítélni, de gyűlölöm. És
Ja, ennyik a lehetőségek, kíváncsi vagyok, hogy fogtok dönteni. The next day. 19:07 van, vagyis vacsora idő, és szerintem akkor nézzük meg, hogy melyik szavazás nyert. Amúgy erre most én sem néztem rá, szóval fogalmam sincs, hogy itt mit fogok enni. Reményeim már nincsenek az előző két kaja után. Attila, ide vágjál be ilyen drámai zenét. És a nyertes az nem más, mint... Amúgy eléggé sokkal. A lecsó nyert, rendelünk lecsót vacsira. Magyar falusi ízek, lehet, hogy itt kell lenni egy csülök, pacal, pörkölt. Konkrétan van itt 10 000 fajta pörkölt, de egy darab lecsó sincs, az hogy lehet? Előbb találtam egy oldalt, ahol kapható lecsó, erre megszűnt az étel, azt érje, mi a szar? Körülbelül fél óra keresés után már kezdem feladni, meg kezdek éhen halni, találtam egy olyan kaját, hogy kiadós lecsó, és akkor hát most egy ilyet fogunk itt rendelni, és meg fogjuk kóstolni. Nagyon remélem, hogy jó lesz, ugyanis már tényleg éhes vagyok, és akkor 50 perc. One hour later. Jelentem, megjött a kaja. És akkor most nézzük meg együtt, még én sem néztem igazából bele. Da-da-da-da. Hát nem tudom, amúgy elég ilyen picinek tűnik ez a doboz, és ugye az volt a kajának a neve, az egy kiadós lecsó. Már amúgy azért lehet, hogy ez eléggé nagy adag, szóval szerintem én ennyit biztos nem fogok ebből megenni, hogyha nem fog ízleni. Íme közelről a mi kis csodánk, és hogyha valaki nem tudná, mint például én, hogy miből is van pontosan a lecsó, felolvassuk itt a tudományos meghatározását. Íme a Wikipédia szerint a lecsó hagyományos híres 20. századi magyar ételklasszikusok közé tartozik, habár a lecsó balkáni rokonsággal is blablabla, oké. Nekem nem a származása kell, nekem az, hogy miből van. Wikipédia, mert te is csalódást okozol. A lecsóban van paprika, érett paradicsom, vörös hagyma, valamint lecsókol vesz. Amúgy ez tök jól hangzik. Open. Jó? Valamihez nagyon hasonlít az illata, de nem tudom megállapítani. Pedig nekem elég nagy orrom van, szóval jók a szagló dolgaim. Amúgy abban az értem, hogy tényleg kiadós, hogy ezt nézzétek. Azért itt van anyag bőven, van ebbe kakaó. Ó, kicsit megcsipált. Ez igen, ez a kedvencem a mai kaják közül határozottan. Hogyha rangsorolnám kell, akkor lecsó, tök főzelék, és... disznósör. És amúgy ez csak az a problémám, hát ugye, hogy ilyen nagyon leves. Szőnyeg! Utána még egy kis krumpli lehetne benne. 10-ből olyan 7 pont. Köszönöm szépen, hogy kipróbálhattam ezt. Még nem tudom, kitől köszönöm meg magamnak. Köszönöm igazából, mivel én rendeltem meg ezt a kaját. És hát igazából, akkor ezt most be fogom fejezni, de tőletek előtte elköszönök. Ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és akkor is, hogyha szeretnétek, hogy legyen ennek a videónak még folytatása, én nagyon örülök amúgy, hogy kitaláltam ezt a videót és megcsináltam, ugyanis így több olyan ételt is kipróbáltam, amit amúgy soha az büdös életben nem kóstoltam volna meg, és tényleg rájöttem arra, hogy csak amúgy ezek így fejbe képzelem el őket rossznak, valósában annyira nem szörnyek, még a disznósaj sem volt annyira szörnyű, amennyire hangzik, higgyétek el. Írjátok meg lent kommentbe, hogy mi az a kaja, amit ti utáltok, valamint, hogy milyen ilyen 24 órás videó legyen legközelebb, mit csináljak 24 órán keresztül, ugye most olyan kajákat ettem, amiket utálok, és ja, én most befejezem a vacsorámat, én Attila voltam, legyen szép napotok, és éljetek olyan kajákat, amiket szerettek, de azért próbáljátok ki az újdonságokat is, hiszen lehet, hogy jók lesznek. Valószínűleg nem, de lehet, hogy jó. És ja, sziasztok!